Mert 10 éve üzemel a Gátlástalanság Arénája Magyarországon. Sziasztok! Virág Krisztián vagyok. Én nyertem meg azt a feladatot, hogy felkonferáljam Józsefet. Kicsit izgulok, szerintem látszik, mert nagyon hirtelen csapott le rám Józsi. Úgyhogy azt mondtam tanácsolni, hogy a tréning előtt óvatosan közelítsetek felé, mert bármit rásóz nagyon aranyosan. 7. alkalommal vagyok itt köztetek. Amióta ide járok, szerintem nagyon sokban változott az életem. Rengeteg mindent tanultam Józsitól is, és tőletek is. Szerintem csomó mindent megosztunk egymás között, ami értékes és jó. Nem is húznám tovább a szót. Szerintem a Józsi nagyon jó munkát végez. Dicséretre szerintem nincs szükség. Úgyhogy üdvözöllek a sorainkban. És üdvözöljük Józsefet, a mai est sztár vendégét és házigazdáját. Köszönöm a felvezetést. Ez kellőképpen laza, pontosan annyira, mint amennyire a mi tréningünk is az. Ezt a szellemet tartsuk meg. Nagyon fontos a lazaság, pláne ha a nyilvános beszédről van szó, hiszen az jó, ha nem csak a közönség élvezi, hanem maga a szónok is. És ha mind a ketten élvezik, akkor elmondhatjuk, hogy van értelme, van értelme. Ez az alapja annak, hogy egy igazán hatásos nyilvános beszédet tudjunk megvalósítani. Mert a hatás az az, ami átmegy. Ha hitelesek vagyunk, az azt jelenti, hogy élvezzük. Hogy persze, tudom, rögtön közbe lehet szólni, hogy attól leszünk hitelesek, mert van esetleg egy szakmai múltunk. Vagy esetleg jól érvelünk. Rendben. Az is a hitelességhez hozzátartozik. De mindennek az alapja az, hogy te magabiztos legyél, stabil legyél, és ez a stabilitás, ez a kulcs szó. Ebben sok minden beletartozik az önbizalmad, de most már vesző paripám az, hogy első helyre tegyem azt, hogy azt mi élvezzük. Élvezzük azt, hogy mások figyelmében fürödhetünk, és adhatunk másoknak is figyelmet. Köszönöm szépen még egyszer a felkonferálást!